A Geszterédi Szent Anna katolikus óvoda és általános iskola 2016. szeptember 1-től került egyházi fenntartás alá. Az intézmény felújítását rá egy évre, 2017. szeptemberében kezdték el. Az oktatás mellett mindössze egy év alatt sikerült befejezni a korszerűsítést és bővítést. Ezt leginkább az indokolta, hogy egyre több diák tanul az intézményben. Jelenleg az iskolai diákok létszáma 170, az óvodai pedig 60. A település eddigi legnagyobb beruházása fejeződött be az oktatási intézmény felújításával, amelyet a magyar kormány és a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegye támogatott. A régi 1956-ban épült épületszárny teljes újjáépítése, korszerűsítése, napelemmel való ellátása történt meg, hőszigetelése. Másodszorban pedig egy teljesen új épületszárny épült, 8 új tanteremmel, aulával, ebédlővel, orvosi szobával felszerelve, és természetesen kiegészítő szobákkal is, például nyelvi labor, számítástechnikai labor épültek meg ebből a projektből. Ez körülbelül 700 millió forint összegben épült meg. Nyírbátorban is rendhagyó volt az idei tanévnyitó ünnepség. A Bátori István Katolikus Általános Iskola, gimnázium és szakgimnázium egy új épületrésszel bővült. Az 1,3 milliárd forintos beruházás szintén a kormány és az egyházmegye támogatásából valósulhatott meg. Itt 9 tanterem, 1 tornaterem, illetve egy konyha és hozzátartozó ebédlő épülhetett meg az elmúlt egy év alatt. A nyírbátori iskolában főleg a testnevelés és a nyelvoktatás a kiemelkedő területek. Az intézményben 480 diák tanul. A korszerűsítésre és bővítésre már évek óta várt az iskola. Az igény az már megfogalmazódott 2014-ben, hiszen indítottunk egy általános iskolai osztályt, ami testnevelés tagozatos volt. Kormánydöntés volt az a mindennapi testnevelés, nem voltak meg a feltételek, illetve ami a legnagyobb hiányosságunk volt, hogy az 500 gyereknek nem volt ebédelési lehetősége, tehát hatalmas űrt tudtunk ezzel betönni, hogy megépült. A nyírbátori intézmény átadó ünnepségén a térség országgyűlési képviselője kiemelte, az elmúlt időszakban több milliárd forint értékű intézményi felújítások valósultak meg Nyírbátorban és környékén. 36 intézmény, 7,5 milliárd forint értékű állami támogatást kap, illetve kapott az elmúlt időszakban. Ebből 22 iskola, 9 bölcsőde és 7 óvodai köznevelési intézmény. Ilyen mértékű fejlesztés a rendszerváltás óta nem volt a választókerületben, ugye ami 33 települést számlál. Ilyen formán Isten igazából minden település érintett valamely közoktatási, köznevelési intézmény fejlesztésével. Az egyházi iskolába járó diákok száma ettől a tanévtől már meghaladja a 210 ezer főt, közölte az egyházi nemzetiségi kapcsolatokért és az üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkár a Szabolcs megyei településen. Ezek az intézmények erősítik a kereszténység 1000 éves gyökerét, illetve erkölcsi tartást és nevelést adnak a fiatal korosztálynak, tette hozzá Soltész Miklós. Óriási nagy igény van az egyházi iskolák iránt. Legnagyobb mértékben a katolikus, után református, evangélikus és más felekezetekhez tartozó, de akár zsidó felekezeti iskolák irányában is nagyon nagy a jelentkezés, a túljelentkezés sok helyen, és ezért teljesen természetes az, hogy ahol igénylik az egyházaink vezetői, illetve ahol igénylik a szülők, pedagógusok, ott teljes természetességgel átadjuk az iskolákat, állami iskolákat egyházi fenntartásba. Még sok-sok iskola jelentkezett, sok-sok település jelentkezett, most is ebben az évben is, de a következő évben nem is látjuk azt a folyamatot. A 2018-2019-es tanévet 1.250.000 általános és középiskolás diák kezdte el hétfőn. A tanítási év hosszában nincs változás. Az utolsó tanítási nap 2019. június 14-én pénteken lesz. Olvasható az eduline.hu oldalon.